Koncz Gábor főszereplésével tegnap este az Elveszett Paradicsom című művet mutatták be a makói Hagymaházban. A Kossuth-díjas színművész Sebők Imre nyugdíjas tanárt alakította darabban. Néhány évtizede még a mostani karaktere fiaként állt színpadra Sarkadi Imre művében. Én ezt a szerepet diploma után fiatal koromban játszottam a fiút, aki most a fiam. Ugye, és most meg az apát játszom. Nagyon szerettem ezt a darabot. Én egy másik Sarkadi darabbal debütáltam a Víg Színházban, és Horvainak, a rendezőnek, meg az igazgatónak akkor nagy barátja volt a Sarkadi, mert Horvai igazgató volt a Madácsban, és akkor ez pedig dramaturg, az Imre. És milyen írtó érdekes, hogy ezeknek a nagy íróknak, költőknek nincs szerencséjük a magánéletben a szerelemmel. Nagyon szerelmes volt a barátjának a feleségébe, de csak ilyen úgy annyira, hogy egy nagy társaság volt, Horvai is ott volt, és búcsúzik a társaság fönn a negyedik emeleten egy lakásba, és azt mondja nekik a Sarkadi, hogy menjetek le, én úgyis előbb leérek, mint ti. És akkor leugrott. Mire leértek, akkor ott volt. És volt rajta egy nyakkendő, hát minden volt, és Horvai levette a nyakkendőjét, és amikor játszottam a Házaváros mellett Sarkadi darabot, azt mondta, ebbe játszt, ez volt az Imre nyakkendője, és ma ott van a nyakkendő a szekrényemben, nem is adtam neki vissza. Koncz Gábor pályafutása elején több darabban is együtt játszott a makói származású híres színművésszel, Páger Antallal, akinek emlékére díjat alapított a város. Én a Víg Színházban a Págerrel rengeteget játszottam. Mindjárt életem egyik nagy sikere hozzá kötődik, mert az Egyedül című darabban főiskolás voltam, és ő volt a tanárom a darabban, mint egy istenre úgy figyeltem, úgy néztem föl rá, és akkor jött a háború, egy nagy váltás, és kiderült, hogy ő német kém. És a végén én fogom el géppisztolyjal, nem tudom, és olyanokat mondani, hogy ilyen meg ilyen aljas minden, és takarodj előlem. Hát hogy mondjam én annak a Págernek, aki mint egy isten volt előttem, hogy takarodj, hát na, félrehívott, azt mondja, gyerekem, úgy néz ki, hogy te tehetséges vagy, nem biztos még, de te már tudom, hogy csináltál akkor már két filmfőszerep állt mögöttem, harmadéves voltam. Ezt mondja, holnaptól tessék ezt úgy eljátszani, hogy én a Falu Színháztól szerződtem már, mint ő ide, te meg mint egy sztár, tessék holnaptól, és akkor ez egy tapsos szerep, azt mondta, tapsos kimenete. Így is volt. És jött a premier, és a Páger, a nagy Páger hátat fordított a közönségnek, hogy én legyek szembe, hogy a szemét lássam, és biztatott a szemével, hogy hát, hogy jó a dolog. Téni bácsi pecsétgyűrűjének pontos mását, amit az idén Kútvölgyi Erzsébet kapott meg, minden évben szakmai zsűri ítéli oda egy arra érdemesnek tartott színművésznek, akinek játékára jellemző a págeri eszköztelenség. Az eddigi díjazottak szinte kivétel nélkül játszottak is együtt Páger Antallal, így akár Koncz Gábor is esélyes lehet a makói színészdíjra.